Köszöntöm Önöket! Az elmúlt hónapokban, vagy most már inkább években egyre többet beszélünk arról, hogy nagyon jelentős a kivándorlás Magyarországról. Különösen mondjuk a Brexit kapcsán szó volt erről, hogy na, hány magyarnak kell visszaköltöznie, vagy hánynak nem. A mai adásban ezt is körbejárjuk, például azt, hogy mekkora probléma ez számszerűen. Aztán választ kapunk arra a kérdésre, hogy kik azok a hunédzserek, nem tudom, hallottak erről a fogalomról, mert hogy ez is létezik. Generációkutatóval is fogunk beszélgetni, és természetesen szóba kerül az is, hogy egyébként melyik korosztálynak mi a legfőbb problémája, és lehet-e kormányzati intézkedésekkel segíteni ezen. Tartsanak velünk! Tóth G. Csaba a vendégem, a Közgazdaságtudományi Intézet tudományos munkatársa. Köszöntöm. Jó napot kívánok! És mielőtt a tanulmányról, meg annak eredményéről egyáltalán, hogy mire lehet következtetni ebből a tanulmányból, erről beszélnénk, szeretném, hogyha helyre tenne néhány fogalmat nekünk egyáltalán, hogy mondjuk mi a tőkejövedelem, meg mi a munkajövedelem közötti különbség, tehát hogy értsük a képet, kérem, hogy egy-két fogalmat, amit fontosnak tart, tisztázzunk. Alapvetően a legnagyobb különbség az, hogy a munkajövedelem, amiért közvetlenül megdolgozunk, tehát ha elmegye valaki dolgozni, reggel és este hazajön, azért kap munkajövedelmet. Jó esetben. A személyjövedelmi adó bevallásokban ez az összevont jövedelem kategóriába tartozik, lehet ez akármilyen foglalkoztatási viszony, de alapvetően egy munkaviszonyhoz kapcsolódik. A másik a tőkejövedelem, ami jellemzően valamilyen megtakarításunkkal realizálódik, tehát hogy lehet egy vagyontárgy értékesítése, például egy ingatlan értékesítése, ingatlan bérbeadás, vagy egy vállalkozásból kivett osztalék, vagy kamatjövedelem, vagy árfolyamjövedelem. Tehát ez a tőkejövedelem kategória, és ez, ami elkülönül a munkajövedelem kategóriától, ez a kettő alkotja gyakorlatilag a teljes jövedelmet. Tehát úgy is lehet mondani, hogy az, ami nem munkajövedelem, az többnyire tőkejövedelem. Mi van akkor azzal, hogyha mondjuk valakinek van a saját ingatlan, a saját autója, az minek számít? Az vagyontárgynak számít, ez nagyon fontos, hogy szóba hozza. Amikor egyenlőtlenségekről beszélünk, akkor a vagyon az nagyon fontos, de arról szinte semmit nem látunk. Ez a vizsgálat is, ahogy a legtöbb ilyen egyenlőtlenség vizsgálat, a jövedelmeket látja, tehát a vagyontárgyakat nem látjuk. Azt látjuk, hogyha egy olyan vagyontárgy van, amiből jövedelem származik. Tehát, hogyha van egy értékpapír, amiből kamatot kapunk, az tőkejövedelem, vagy ha van egy lakás, amit bérbeadunk, és abból származó jövedelem, az is tőkejövedelem. Tehát mi csak a jövedelmeket látjuk, vagy a vizsgálat tárgyát a jövedelmek képezték, a vagyonról sajnos nem nagyon van információ, ilyen széles körül. A munkajövedelmet nyilván remélhetőleg sokan, vagy a legtöbben ismerik ma már Magyarországon, viszont azt gondolnám, hogy a tőkejövedelem az nem feltétlenül jellemző, hogy van tőkejövedelme az átlag magyarnak. Van. Az átlag magyar nagy részének nincsen, de még mielőtt belemennék a számokba, még egy dolgot magyaráznék, amit gyakran számon kérnek az ilyen vizsgálatokon, és joggal is, hogy mi a vizsgálatunkat a személyi jövedelemadó adatbázis alapján végeztük el. Egyrészt mindenkit megnyugtatok, hogy ezt ugye, mint kutatók, anonimizált formában fértünk hozzá, de ami fontos ebből a szempontból, hogy mi az adóköteles tőkejövedelmeket láttuk. Tehát az a típusú tőkejövedelem, ami adómentes, például az állampapírból származó kamat, vagy amit egyáltalán nem jelentenek be az emberek, azokat mi nem látjuk ebben a vizsgálatban, hanem mi az adóköteles tőkejövedelmeket látjuk. De visszatérve a kérdésére, ez nyilván egy sokkal egyenlőtlenebbül oszlik el, mint a munkajövedelem. Azt lehet mondani, hogy körülbelül az adóbevallást készítőek 5-7%-ának van bármekkora tőkejövedelme, a 93-95%-ának nincsen tőkejövedelme, és általában a tőkejövedelem az a 10%-át teszi ki a teljes jövedelemnek. Tehát, hogy ez egy sokkal szűkebb réteg rendelkezik tőkejövedelemmel, és még ezen belül is nagyon egyenlőtlen a megoszlása. Tehát, ha sorba rakjuk az adóbevallást készítőket a jövedelmük szerint, akkor a legfelső 10%-nak, amiről szoktak beszélni, ez a top 10%, ez az összes munkajövedelemnek körülbelül a 33%-át, az egyharmadát birtokolja, az összes tőkejövedelemnek viszont a 90%-át. Szóval, hogy ez egy nagyon koncentrált jövedelem típus a tőkejövedelem a munkajövedelemhez képest. Azért engedje meg, hogy feltételezzem, hogy nem biztos, hogy mindenki mindent beval, például, hogyha mondjuk lakást ad ki, akár csak erre gondolok, vagy mondjuk a munka jövedelmének egy részét mondjuk zsebbe kapja, azért ilyet is hallottunk már. Szóval az a kérdésem igazából, hogy kutatóként hogy látja, hogy ez, amit elkészítettek hivatalos adatok alapján, anonim módon, ahogy mondta,
ez milyen mértékben becsülés, vagy mennyire közelíthet a valós, mondjuk tőkejövedelemhez? Szerintem viszonylag jól közelít, tehát hogy abba biztos, tehát mondjuk az az állításunk a bevallott adatok alapján, hogy a tőkejövedelem sokkal koncentráltabb, sokkal egyenlőtlenebb az elosztása, mint a munkajövedelmeké. Ez valószínűleg akkor is igaz, hogyha minden jövedelmen rálátnánk, és látnánk a nem adóköteles jövedelmeket és a nem bevallott jövedelmeket is, valószínűleg kisebb-nagyobb változások lennének, tehát hogy van egy olyan réteg, akinek mondjuk van ingatlan bérbeadásból jövedelme, de nem látjuk, és ez lehet, hogy már nem csak a legmagasabb jövedelmek körébe tartozik, és ugyanez igaz mondjuk az állampapír tulajdonosok körében is. Tehát lehet, hogy egy kicsit változtatna a képen, ha mindent látnánk, de a tanulmányunk vagy a kutatásunk fő eredményeit szerintem nem változtatná meg. Azt minden típusú vizsgálatból lehet látni, hogy a tőke, mint vagyonérték és mint tőke jövedelem is nagyon koncentrált minden országban, nem csak nálunk. No igen, akkor beszéljünk magáról a tanulmányról. Egyrészt mit szerettek volna vizsgálni, vagy mit vizsgáltak pontosan, mennyire rendszeres mondjuk ez a vizsgálat, tud-e nekünk valamit mondani, hogy az elmúlt évekhez képest ez mennyire mozdul el, és akkor helyezze minket kontextusba, hogy mondjuk Európán belül, vagy mondjuk itt a térségen belül hogy állunk. Ennek a tanulmánynak az újdonsága az, hogy arról, hogy a munkajövedelmek hogyan oszlanak el az országon belül, vagy az állampolgárok között, arról már viszonylag sokat tudunk. Az újdonság az, hogy a tőkejövedelmekről eddig viszonylag keveset tudtunk, és azért szerencsés, hogy a személyi jövedelemadó bevallások alapján tudtuk ezt elvégezni, mert hogy a kérdőíves minták esetében az emberek, főleg a legmagasabb jövedelműek általában kimaradnak, mert nem válaszolnak, és mivel a tőkejövedelem leginkább ott koncentrálódik, ezért a kérdőíves vizsgálatokkal nagyon nehéz a tőkejövedelmeket megragadni, tehát a vizsgálatunk újdonsága az, hogy tőkejövedelmet néztünk, és az előnye, hogy eszi a bevallások alapján, és alapvetően három-négy időpontban vizsgálódtunk, volt egy 2007-es, egy 2015-ös és egy 2021-es időpont, és azt néztük, hogy hogyan változott az egyenlőtlenség az összjövedelem szintjén, hogyan változott a munkajövedelmek esetében, és hogyan változott a tőkejövedelmek esetében, és hogy ez a két komponens együtt hogyan határozta meg az egyenlőtlenségek alakulását. No, akkor bontsuk is ketté, melyik hogyan változott, és akkor beszéljünk az egyenlőtlenségekről. Érdemes az időpontokat is ketté bontani, azt látjuk, hogy 2007 és 2015 között az egyenlőtlenségek az adózott jövedelmek tekintetében jelentősen növekedtek. Ez elsősorban az egykulcsos adó bevezetésével magyarázható, tehát ebben az időszakban a munkajövedelmek egyenlőtlensége növekedett jelentősen. A tőkejövedelmek esetében itt nagy változás nem figyelhető, meg némileg csökkent a tőkejövedelem súlya. És ami érdekes, hogy 2015 és 2021 között tovább emelkedett az egyenlőtlenség kismértékben, aminek az az oka, hogy a tőkejövedelem súlya növekedett. Tehát, hogyha van két jövedelem típus, az egyik koncentráltabb, mint a másik, ez a tőkejövedelem, a másik meg kevésbé koncentrált, az a munkajövedelem. És hogyha a koncentráltabbnak nő a súlya, akkor automatikusan az összes jövedelem koncentrációja is nő. Tehát azt figyeltük meg, hogy ahogy fokozatosan nő a tőkejövedelem súlya Magyarországon, mivel az egy koncentráltabb jövedelem, mint a munkajövedelem, ezért fokozatosan ez önmagában növeli az egyenlőtlenséget. Talán ez a legfontosabb állítása a cikkünknek. Vizsgálták azt, hogy mondjuk Magyarország területén belül van-e eltérés vagy változás, vagy nemek között, vagy bármilyen különbséget tesz ez a tanulmány? Néhány dolgot tudtunk vizsgálni, ugye, hogy kiknek van inkább tőkejövedelmük, és kiknek van nagyobb tőkejövedelmük. Elsősorban nagyobb esélye van tőkejövedelme a Budapesten élőknek, az 50 felettieknek és a férfiaknak, és ami még érdekes, hogy a nemek között is nagyon jelentős eltérést találtunk. Csak hogy egy példát mondjak, míg a munkajövedelem esetében azt találtuk, hogy ez a férfi-női bérkülönbség ez nagyjából 24%, tehát a férfiak jövedelmi előnye 24%, addig a tőkejövedelem esetében ez 174%, tehát gyakorlatilag háromszor akkora a férfiak átlagos tőkejövedelme, mint a nőké. Itt nyilván fontos hangsúlyozni, hogy nagyon sok háztartásban a férfiak kezelik a pénzügyeket, és akkor azt lehet mondani, hogy ez egy félrevezető vizsgálat, mert igazából ez közös pénzről van szó, ami részben igaz, de másrészt az is fontos, hogy ha ne adj Isten véget ér a szerelem, akkor egy válás vagy egy öröklés esetén már nagyon nem mindegy, hogy kinek a nevén van
az a tőkejövedelem. Tehát, hogy egyrészt ez érthető ez a különbség, másrészt ez nem jelenti azt, hogy ennek nincsen szerepe a történetben. Tehát nagyjából ezeket láttuk így a tőkejövedelemmel rendelkezők demográfiai eloszlásáról. Ez Hungarikum egyébként? Szerintem nem. Tehát, hogy ilyen nagy egyenlőtlenségvizsgálatok vannak, az, hogy a férfi-női különbségek a tőkejövedelmen belül, arról még viszonylag kevés a nemzetközi vizsgálat, de azt feltételezem, hogy lehet, hogy a mértéke nagyobb, mint viszonylag nagy nálunk, de Hungarikumnak nem nevezném. Ennél a vizsgálatnál a külföldi munkavégzésre, vagy az ottani, tehát a magyarok mondjuk külföldi tőkejövedelmére rálátnak? Hát csak arra látunk rá, amit be kell vallani a személyi jövedelemadó bevallásba. Tehát ha tőkejövedelemekről van szó, akkor alapvetően ezt érdemes azonosítani, hogy a legnagyobb része annak, amit látunk, az osztalék, tehát az a vállalkozói kivétel, gyakorlatilag vállalkozásból származó jövedelem vagy profitnak a kivétele. Ezen kívül viszonylag jelentős az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem, az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem és az árfolyam jövedelem. Tehát ezek azok a fő komponensei a tőkejövedelemnek, amire mi rálátunk. Akkor ha jól értem, a legtöbben mondjuk ebből szerzik ezt a fajta plusz pénzt. Igen, 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 igen. Tehát, hogy ez a forrása a tőkejövedelmeknek. Ami még fontos, és talán megragadja ennek az egyenlőtlenségét, hogy az egész népességben, hogyha századokra bontjuk megint csak jövedelem alapján az adóbevallást készítőket, akkor az egyes századokban jellemzően ilyen 8-10 vagy 5-10% azoknak az arányok, akiknek van tőkejövedelme, és a leggazdagabb század esetében ez 30% fölé ugrik. És a leggazdagabb ezred esetében látjuk azt, hogy neki már a jövedelme inkább a tőkejövedelemből származik, és nem a munkajövedelemből. Tehát ez tényleg a legvégén összpontosul egy viszonylag jelentős tőkejövedelem. Hát ha őszinte vagyok, akkor óriás meglepetést, akkor ezek szerint ez a tanulmány nem hozott, nem? Tehát, hogy körülbelül ezt mutatja, vagy ezt erősíti igen. meg, hogy az olló nyílik, van kevés gazdag, de az nagyon gazdag. Igen, igen. Tehát ami szerintünk egy fontos állítás ezen belül a demográfiai különbségek mellett az, hogy van olyan súlyú ez a tőkejövedelem, hogy a teljes jövedelem eloszlást befolyásolja. Tehát míg mondjuk erről a top 10% esetében azt mondtuk, hogy a munkajövedelemnek a 30%-a van náluk, az összes jövedelem esetében, vagy 33, az összes jövedelem esetében már 42. Tehát, hogy valóban azt gondolom, az a feltételezésünk beigazolódott, hogy ez koncentrált ez a jövedelem, és ami újszerű állítás, hogy de ez egy látható, jelentős jövedelem, ami befolyásolja az egyenlőtlenségeket Magyarországon. Demográfiai különbséget említett, de erről még nem beszéltünk. Itt a demográfiai különbség ez, hogy az 50 fölöttieknél van leginkább, meg amit a férfinő különbségekről beszéltünk. Uh-huh. Tehát, hogy igazából mivel a személyi jövedelemadó adatbázisból dolgozunk, abban ugye nagyon sok információ nincsen arról a demográfiai hátterről, csak ennyit láttunk mi is. Egy korábbi cikkében foglalkozott egyébként a demográfiával, vagy a népességfogyással, és arra figyelmeztetett, hogy hát bizony igen jelentősen csökken a magyar, vagy a magyarok létszám, vagy száma. Miért? Mire jutott? Itt is két zárójeles megjegyzés. Ugye az összes ilyen előrejelzés és az aktuális adatok is, azok egyébként a Magyarországon élőkre vonatkoznak. A másik pedig, amikor hogy sokat beszélünk arról, hogy csökken a magyarországi lakosok létszáma, és ez kicsit automatikusan bekerül egy ilyen probléma térképbe. Én ezen azért egy picit módosítanék, tehát hogy nem biztos, hogy csak a mennyiség számít. Tehát én azt gondolom, hogy azt, hogy hogyan élünk, mennyire vagyunk boldogok, milyen hosszan élünk, és mekkora barátságban és szeretetben, az legalább annyira fontos, mint hogy 9,2 vagy 9,6 millióan élünk, ahol nyilván az én szakmám az utóbbinak a számolgatására vonatkozik. Ott 8,5-öt mondott, azért de elég igen, durva. Igen, 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 tehát hogy azt találtuk, hogy alapvetően ugye a legutolsó népszámlálás alapján 9,5 millió a lakosság, és ez 2050-re 8,5 millióra csökken majd. Négy dologtól függ egy lakosságnak az alakulása, születések száma, a várható élettartam, a vándorlás és a korszerkezet. Az utóbbiról kevesebbet beszélünk, de ez nagyon fontos. Ugye Magyarországon bár sokat beszélünk az elvándorlásról, és az egy valódi probléma, de legalábbis a KSH adatai alapján jelenleg, illetve az elmúlt 20-30 évben folyamatosan több volt a Magyarországra költöző, mint az elköltöző. Tehát a magyar lakosság szempontjából az egy pozitív dolog a vándorlási többlet.
Nyilván a várható élettartam növekedése is hozzájárul a népesség növekedéshez, és aztán tehát a másik két tényező az, ami csökkenti, az egyik a gyermekek száma, tehát a termékenység alakulása, a másik pedig a korszerkezet. És a kettő közötti különbség ezt nem jól megragadja, hogy kicsit tévesen azt szokták mondani a nagyon gyakran, hogy ha 2,1 lenne egy nőre jutó, és az egy férfira jutó is, tegyük hozzá, gyermekek száma, akkor az biztosítaná a stabil népesség számot, de Magyarországon ahhoz, hogy mondjuk ne csökkenjen a népesség, ennek 2,5-nek kéne lennie. Ami azt jelzi, hogy a korszerkezet miatt az, hogy egyre nő az átlag életkor, amiatt ez önmagában is csökkenti a lakosságot. Tehát, hogyha most egy hatalmas boom lenne a gyerekszámban, és az 1,5-ről 2-re nőne az a fertilitási ráta, akkor is csökkenne a népesség szám 2050-ig. A kormányzat folyamatosan próbálkozik az elmúlt, hát most már sok évben mindenféle olyan programmal, ami meghozza a kedvet, hogy minél fiatalabban és minél több gyermeket vállaljanak, ugye nem kell sorolni ezeket a programokat, szerintem kívülről ismeri mindenki, egyelőre nem látszik ennek a hatása, sőt, ugye demográfiai csúcsot is tartottunk a minap, tehát ez egy valós probléma, de azt mondják, nem csak nálunk, hanem egyébként Európa szerte. Hogyha demográfiai vizsgálatról van szó, például most az előremutatásban 2050-et mondott, hát bármilyen intézkedésnek a hatása itt évtizedek? Vagy mi kell ahhoz, hogy ez megforduljon? Vagy megállítható-e? Vagy elég, ha csak megállítjuk a folyamatot? Sok kérdésem van. Hát az első, hogyha a népesség számból indulunk ki, ahogy mondtam, egy nagyon jelentős gyerekszám növekedés sem fordítanám meg azt a folyamatot, maximum csökkenteni. Erre volt a példa, hogy megnéztük, hogy ha a mostani egy 1,5 kör helyett olyan 1,8 lenne ez az egy nőre jutó gyerekszám, ami azt mondják, hogy a realitás felső határa, akkor is csupán 8,8-al, tehát 300 ezer emberrel lenne több 2050-ben Magyarországon, tehát akkor is 8,8 millióra csökkenne 2050-re a népességszám, hogyha jelentősen megnőne a gyerekvállalási hajlandóság. Tehát ezt jelzi, hogy korlátozottak a lehetőségek. A másik az, hogy azért ez így van, nagyon sok helyen próbálkoznak ezzel a történettel, nagyon sok kormány tűzte zászlajára, és nagyon kevés sikerre. Tehát, hogy nagyon kevés olyan ország van, ahol azt lehet mondani, hogy na, azt kéne csinálni, amit ők csinálnak, mert sikerül a gyermekvállalási kedvet növelni. Nagyon kevés a példa erre, mert hogy ez alapvetően ez a legtöbb esetben ez nem a kormányzaton múlik, és legkevésbé a rövid távú pénzügyi ösztönzőkön múlik. Azt szokták mondani az ilyen nagy összehasonlító tanulmányok készítői, hogy szignifikáns kicsi hatás van. Tehát, hogy lehet, hogy 1,5-ről 1,6-ra föl lehet menni, de az igazán nagy csapda, és egyébként látok én ilyen trendet pont most Magyarországon, hogyha van egy olyan intézkedés, ami tényleg egy komoly anyagi ösztönző, mint az elmúlt években voltak, akkor az nem a gyerekszámot növeli fel elsősorban, hanem az időzítését, hogy előbbre hozzák a gyerekvállalást a párok. Ez látszódott most az elmúlt néhány évek növekedésén, és elképzelhető, hogy az elmúlt néhány hónap jelentős visszaesésén pedig pont ez látszódik, hogy utána történik egy korrekció. És hát ugye az a baj, hogy igazából hatásokat mérni akkor lehet, tehát a befejezett termékenység esetén 45-50 év után, amikor már lehet tudni, hogy egy nő esetében nem vállal több gyereket, tehát ezért is nagyon nehéz hatásokat mérni, de nagyon jelentős hatásokat eddig szinte sehol nem lehetett elérni, olyan, ami hosszú távon fennmaradt volna. Lehet vele próbálkozni. Jól összegzem végszóra, hogyha úgy látom, hogy azt mondja, hogy igazából kevés gyereket vállalunk, és azt is későn, és jó, hogy van kormányzati intézkedés mondjuk, de ezek szinte feleslegesek, hogyha demográfiáról beszélünk, mert teljesen más oldalról, mondjuk pszichológiai oldalról kellene ezt a kérdést megközelíteni? Szerintem részben, tehát hogy megint egy kicsit távolabbról indulva, tehát ha már a népesség számért aggódunk, amit én egy kicsit túlzott aggódásnak hiszem, de számtalan előnye van a klímától kezdve a más dolgokig, akkor legalább akkor a figyelmet kéne fordítani a várható élettartam növekedésére is, nem beszélve akár a vándorlásnak valamilyen kontrollált szabályozásáról.
A termékenység esetében én azt gondolom, hogy nem azért kell növelni a termékenységet, mert elsősorban a kormánynak ez fontos vagy jó, hiszen az elmúlt, tehát a 20. század első felében is 5-6-7-8 millió ember élt Magyarországon, és nem ez volt azzal az időszakkal a legnagyobb probléma így visszatekintve. Inkább arról van szó, hogy ha a gyerekszám elmarad attól, amit valójában az asszonyok és a párok szeretnének, tehát azt látom egy motivációnak a történetben, és valóban a kormányzati intézkedéseket én nem, feleslegesnek nem mondanám, én azt gondolom, hogy csak a más dolgokra is legalább annyira oda kéne figyelni. A legújabb kutatások például a kiszámíthatóságot és a biztonságot helyezik előtérbe, hogyha kiszámítható az embereknek az anyagi helyzete, és van valami stabilitás, jövőképük, az lehet, hogy jelentősebben növeli a gyermekvállalási kedvet, mint az adhok intézkedések. Hát, vagy például a meg nem született gyermekek vágya esetében egy Lombik program segítése, de ez már egy más téma szerintem. Tóth G. Csaba, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Berecki Enikő, generációkutató a vendégem, köszöntöm. Jó napot kívánok. Kezdjük az alapokkal. Szerintem sok a, hát tévhit vagy nem, és akkor ezt majd rögtön megerősíti vagy cáfolja, de sok a vélemény mondjuk a fiatalokkal kapcsolatban, hogy itt senki nem akar ebben az országban maradni, mindenki külföldön képzeli el a jövőjét, a mai fiatalok már eleve minimum kétnyelvűek, nem is érdekli őket a hazai politika, egyáltalán azt látják, hogy ők Európában vagy akár még távolabban szeretnének élni. Ez így van? Hát ez azért teljesen nem ennyire fekete-fehér, ez tény. Vannak tendenciák, amiket lehet látni és nyomon követni. Például látszik az, hogy valóban apolitikusabbak, tehát kevésbé érdekli őket a politika, viszont társadalmi ügyek iránt érzékenyek. Gondoljunk csak a klímaválságra, vagy akár szociális téren is érzékenyebbek, nem tudnak már annyira egyetérteni az úgynevezett rablókapitalizmussal, ha elmennek dolgozni egy jól menő multihoz, akkor is vannak olyan elvárásaik, hogy a CSR, a társadalmi felelősségvállalás terén tegyen valami fontosat a cég, és ehhez ők is hozzájáruljanak a munkájukkal, tehát ezeket lehet látni. Azt is lehet látni, hogy egy úgynevezett homo globalisszal van dolgunk, vagyis egy olyan nemzedékkel, ami globálisan össze van kapcsolva. És ellentétben a korábbi nemzedékekkel hozzájuk eljutnak már a hírek azonnal. Éljenek bárhol. Tehát az információra való kitettség az jellemző rájuk, és a lehetőségek tárháza is jóval szélesebb lett, ha például a továbbtanulásra gondolunk, vagy csak a tudás megszerzésére. Ugye a tudás demokratizálódott, ingyenesen is hozzáférhetővé vált az interneten, tehát ők már máshogy viszonyulnak ehhez a területhez, mint mondjuk a korábbi nemzedékek, akiknél a papír volt a legitim tudásszerzés. Módja. Akkor igazából mondjuk, ha kivándorolnak, és akkor majd mindjárt helyre tesszük a számokat is, akkor nem feltétlen az ok, hogy itthon rosszul érzik magukat, hanem az, hogy mondjuk külföldön jobban? Hát mindenképpen azért is szeretnének kimenni, hogy jobban érezzék magukat. Tehát ez is közre játszik, legutóbbi kutatások szerint, hogy nem olyan jó a közérzetük, úgy általánosságban véve, globálisan sem, de a hazai fiataloknak sem. De szeretnének tapasztalatot szerezni külföldön, például tovább tanulni külföldön, és erre lehetőségük is van, hogy mesterképzésben például külföldön folytassák a tanulmányaikat, vagy akár alapképzésben, vagy csak egy nyári tanfolyamon például, vagy munkatapasztalatot szerezzenek valahol külföldön. Hogy aztán hazatérnek-e, hát ez nagy kérdés. Készült egy kutatás, amelyet az OTP Fáj Alapítványa készített, és a fiatalokra vonatkozik, és kíváncsi vagyok, hogy ön generációkutatóként hogyan reflektál erre a kutatásra. Mondok csak két adatot ebből, 4-ből 3 fiatal, és ők mondjuk 16 és 24 év köztre tették ezt a fiatal korosztályt. Azt gondolja, hogy pályakezdőként nem könnyű ma Magyarországon elhelyezkedni, ez az egyik, ami érdekesség benne. A másik viszont az, hogy a válaszadók közül, ez egy reprezentatív felmérés, minden második külföldön képzeli az életét 10 év múlva. Ez reális? Ez lefedheti azt a képet? Vagy mondjuk az ön tapasztalatával egybecseng?
Én azt tapasztalom, hogy az első pontra reflektálva, hogy munkát találni annyira nem nehéz, mint a korábbi generációknak, ugyanis a Z generáció, tehát a kb. 13 és 27 év közöttiek nemzedéke, demográfiailag alacsony számú nemzedék, és a munkaerőpiacon azért vadásznak a jó munkabírású, tehetséges fiatalokra. Tehát nehéz, illetve hát a munkaerőpiacra jellemző az, hogy most a megtartás lett az új toborzás, olyan nagyon nincs nagy arányú munkanélküliség. Tehát elhelyezkedni el tudnak, csak kérdés az, hogy ők megtalálják-e azon a munkaterületen az elképzeléseiket, ahova mondjuk pályakezdőként bekerülnek. És lehet, hogy annyira nem találják meg, hanem inkább külföldön szeretnének, vagy találnak olyan lehetőséget, és azt lehet látni, hogy a home office előretörésével a fiatalok munkavállalási első öt preferenciájában már benne van az, hogy otthonról is végezhesse a munkát. És ez az otthonról való munkavégzés már irányulhat távolabbra, nem csak az országon belül, hanem akár külföldre is. A másik pontja, hogy minden második azt gondolja, hogy egyébként hosszú időtávlatban, mondjuk 10 évről van szó, de külföldön élne. Ez jellemző, és már egyre fiatalabb korban megjelenik, tehát már középiskolásoknál, gimnazistáknál is megjelenik ez a tendencia, hogy ők gondolkodnak abban hosszú távon, hogy igen, szeretnének külföldre kimenni, ott munkát vállalni, ott elképzelni a jövőjüket, de azt is meg kell jegyezni, hogy az, hogy ez megvalósul-e, az évek múltán azért változik. És ahogyan egyre jobban telik az idő, egyre kevésbé valószínűbb, hogy kivándorolnak külföldre. Ugyanis azt lehet látni, hogy az idősebb generációknál ez már nagyon kicsi arányú. No, mekkora probléma a kivándorlás? Valós gond, amivel foglalkozni kell? Hát azt lehet látni, hogy nagy számú a kivándorlás, nagy arányú, nagyon nehéz ezeket a statisztikákat beazonosítani, mert például nem mindenki bejelentett munkavállaló külföldön, illetve például a magyarországi külföldieknél azt lehet látni, hogy a többségük határon túli magyar, aki hazaköltözött, vagy az anyaországba költözött, viszont növekszik folyamatosan már a rendszerváltás óta kivándorlóknak az aránya. Például 2021-ben úgy emlékszem, hogy 21 ezer fölötti volt a kivándorlóknak a száma. 22-re ez növekedett, tehát ez már majdnem 29 ezer lett, de beszélnünk kell azért a hazavándorlókkal is, és tavaly évben ez 23 ezer fő volt, tehát azért a kiegyenlítődés az nem valósult meg. Tehát egy növekvő tendencia van. Ezt azért számos folyamat alakíthatja. Például 2020-ban a koronavírus járvány miatt, illetve a Brexit miatt volt egyfajta visszaesés ebben. Hogyan lehet megfogni őket, vagy hogyan lehet megszólítani őket? Mondjuk a politikában tudom, nagyon sokszor beszélünk erről, hogy az egyik legfőbb kérdés, ugye mondta is, hogy a politikusok, igazából a fiatalok, hogy hogyan lehet a fiatalokhoz szólni, meg milyen platformokon. Még valószínűleg nem találták meg ennek a kulcsát, én azt tapasztalom újságíróként, de mondjuk, hogy értelmet nyerjen az, hogy itthon maradjanak, tehát mi van a fókuszban a fiataloknál, mi az, ami foglalkoztatja őket, hogyan látja kutatóként, vagy mondjuk mi az a probléma, amivel szembesülnek, és ami a leginkább terheli őket. A mai fiatalok már jelentősen individualistábbak, mint a korábbi nemzedékek, tehát nagyon fontos az, hogy az ő személyes boldogulásukat azt meg tudják valósítani. És bár családban képzelik el a jövőjüket, de azért nagyon fontos számukra a saját karrierjük építése is. Sok esetben még látni a párválasztási tendenciákban, vagy akár az udvarlásban, vagy a szerelem, szexualitás kérdésében, hogy fontosabb számukra ezektől is az, hogy ők hogyan boldogulnak a munkahelyen, a tanulmányaikban. Ez is egy nagyon érdekes és meglepő változás.
És a másik dolog pedig az, hogy hát nagyon súlyos mentális terhekkel küszködnek, azt is lehet látni. Számos kutatás ezt alátámasztja, és a koronavírus erre még jobban ráerősített. Tehát például a koronavírus járvány alatt a Vadaskert gyermek és ifjúsági pszichiátria telt házzal működött, és megduplázódott például az öngyilkossági gondolatokkal küzdő fiataloknak a száma. De folyamatosan azóta is az ellátórendszer nincs erre felkészülve, olyan sok fiatal küszködik mentális problémákkal. Tehát ez is megnövekedett, és hát az online térhez való folyamatos kapcsolat is nehézséget jelent, ugyanis nincsen egy olyan generáció, egy olyan például a szülői generáció, aki ebben jó példával tudna előjárni, vagy tudna nekik akár ebben segíteni, hogy hogyan tudják például az offline-online egyensúlyt kialakítani, hogy megelőzzék ezáltal mondjuk a digitális kiégést, vagy az olyan függőségeket, mint a pornó függőség, videójáték függőség, ami szintén negatívan hat az ő mentális egészségük alakulására. No igen, ezt itt meg is ragadnám, hogy az ő mentális problémájuk az miből fakadhat, mert nyilvánvalóan tudom, hogy mondjuk idősebb korosztálynál előjött az, hogy jó dolgukban nem tudják, hogy mit csináljanak című, de akkor nem erről van szó. Nem erről van szó, de nagyon gyakran megkapják ezt a fiatalok. Tehát nagyon sokszor sztereotipikusan gondolkodunk róluk, és ha szeretnénk őket megérteni, mi tőlük idősebb generáció tagjai, akkor gyakran abban a hibába esünk, hogy vagy teli vagyunk előítéletekkel, hogyha egy személyes tapasztalat erre még rá is erősít, akkor jön a sztereotípia, és hogyha ez tendencia szintű, akkor a diszkrimináció. De ez ugyanakkor az idősekkel kapcsolatban is így van. Viszont legtöbbször saját fiatalkori élményeinkhez, emlékeinkhez nyúlunk vissza, ha empatizálni szeretnénk velük, de az emlékezetünknek a szubjektív működése, vagyis az, hogy idővel az emlékeink megkopnak, de kiegészülnek felnőttkori tapasztalatokkal is. Ennek fényében mi már pozitívabban tekintünk a fiatalkori önmagunkra, és úgy tűnik, mintha lenne egy természetes hanyatlás a fiatalok esetében, és azért gondoljuk azt, hogy persze ők lustábbak, persze ők lezserebbek, vagy tiszteletlenebbek, viszont ha szeretnénk őket megérteni, akkor az segíthet, hogyha megnézzük azt a kor szellemet, azokat a társadalmi, politikai, gazdasági, technológiai, kulturális változásokat, amelyek mentén ők felnőtté válnak. Amikor a személyiségük, az identitásuk még alakulóban van, és hogyha rátekintünk például az elmúlt néhány év eseményére, akkor látjuk, hogyha mondjuk nekünk a COVID alatt kell leérettségizni, vagy online oktatásban részt venni, úgy, hogy mondjuk a szüleink egzisztenciális problémákkal küszködnek, vagy ha látjuk azt, hogy az urbanizáció miatt egyre kevesebb család él úgynevezett kiterjesztett családmodellben, ahol van kapcsolata nagyszülőkkel, a nagynénikkel, tehát ott van egy egész kis társaság, ami segíti a szülőket a gyermeknevelésben. Tehát ez már egészen más, nem beszélve a folyamatos online kitettségről. Tehát ezeket az akadályokat a mi generációnk is úgy gondolom, hogy nem venné jobban, mint a mai fiatalok, és hát ezek mind nagy szerepet játszanak abban, hogy ők milyen kihívásokkal küszködnek napjainkban. Na, mi a család szerepe? És akkor maradok ezen a vonalon, mert hogy ugye demográfiáról is sokat beszéltünk már a mai adásban is. Oka lehet az, hogy másfajta mintát kapnak, vagy másféle vágyaik vannak annak, hogy mondjuk kevesebb gyermekre vágynak, vagy vágynak gyermekre, de végül azokból a gyermekekből nem lesz megszületett gyermek. Igen, vágynak gyermekre, tehát azt látni a családban, képzeljük el a jövőjüket, és gyermeket is szeretnének, legalább kettőt, vannak akik hármat is, de ez nem mindig valósul meg, és hát ennek számos tényező áll a hátterében, például a úgynevezett gondtalan ifjúkor, felnőtt ifjúkor, fiatalkor, mondják ezt az úgynevezett hunédzser kornak, amikor 20 évesek tinédzserként viselkednek, holott már vállalniuk kellene a felnőtté válással
együttjáró magasabb szintű felelősségeket, akár a munkahelyen, akár a párkapcsolatban, és valóban, ahogyan említette, ehhez köze van annak, hogy a családokban hogyan szocializálódtak, és a szülőknél, főként az X-generációs szülők nevelnek most Z-generációs gyerekeket, tehát kb. 1979-65 közöttek nemzedéke, az úgynevezett rendszerváltók nemzedéke, akik a rendszerváltást fiatalként élték meg, a kulcsos gyerekek, akiknek már mindkét szüleik elkezdett dolgozni, tehát már az édesanyjuk is, és nagyon sok időt töltöttek az intézményekben, önállóságra törekedtek a szüleik is, hogy önállóságra tanítsák őket, illetve kénytelenek voltak, mert hát meg kellett oldani valahogy a délutánt önállóan. Tehát ezek a szülők szeretnék valami máshogy csinálni, és egy hihetetlenül boldog gyermekkort megadni a gyermekeik számára, és ez nagyon sokszor egyfajta igazságtalan teher is a szülőknek a vállán, mert lehet, hogy elég lenne a feltétlen szeretet mellett a korlátokat, a kereteket megszabni, és segíteni abban a gyerekeknek, hogy emberségesek, etikusak legyenek, és majd a boldogság így rájuk fog találni, de azért a szülők nagyon sok terhet vállalnak, és túlféltik is gyakran a mai gyerekeket, de hát nagyon bizonytalan a világ, és hát jellemző az, hogy kisebb létszámú családokban is nőnek fel a gyerekek, sokszor egyszülős családokban, és ilyen módon a kötődés erősebb, és a szülők is nehezebben engedik el őket kirepülni, felnőtté válni, és emiatt is elhúzódik a felnőtté válásnak az időszaka, és ez azzal is jár, hogy talán nehezebben találják meg a saját útjukat, és a gyermekvállalásban is nehezebben vágnak bele. Generációkutatóként mit lát a legnagyobb kihívásnak, vagy mondjuk melyik generáció, azt hiszem most akkor többet is érintettünk, és ez egy összetett probléma, tehát akkor nem lehet csak az egyiket okolni, mert hogy okokozat. Ki van a legnagyobb bajban, vagy mi a legfőbb probléma mondjuk magyar a helyzetben? Én úgy gondolom, hogy minden generáció számára a mentális egészség megőrzése az nagyon nagy kihívás lett a 21. században, és hát a fiatalok azok főleg életkoruk miatt vannak sérülékeny helyzetben. Emiatt tényleg nagyon fontos lenne, hogy egy társadalmi összefogás legyen, ami segíti őket, akár az oktatás területén, akár kormányzatilag lennének olyan prevenciós programok, vagy akár az ellátórendszer bővülne, mivel teltház van, ezért nagyon nehéz akár pszichoterápiát is igényelni, és ennek hiány nagyon sokszor az a praxis, hogy gyógyszereket kapnak azok a fiatalok, de akár az idősebbek is, akik mentális problémákkal küszködnek, de nem feltétlenül az egyetlen mód a gyógyszerszedés lenne ennek. Például Romániában úgy tudom, hogy 10 alkalommal mehetnek a fiatalok pszichoterápiára teljesen ingyenesen, de 30 éves kor alatt az olaszoknál is van hasonló lehetőség, tehát ilyen lehetőségekkel is lehetne őket segíteni. Erre megvan egyébként a másik oldal, már mint az infrastruktúra, a szakember? Teljességében hiányzik sajnos, és nincsen mentális egészségügyi ifjúsági stratégia Magyarországon. Több EU-s tagállamban sincsen, de égető szükség lenne erre. Berecki Enikő, köszönöm szépen. Köszönöm én is.